Megtelt a magyaróvári plébánia templom vasárnap este. Az ünnepi szentmise elején iktatta be hivatalába Bodó Zoltán plébánost, Pápai Lajos megyés püspök. A rám bízott plébánia híveinek lelki gondozását Isten kegyelmével a legjobb tudásom és lelkiismeretem szerint végzem. A szentbeszédekre és a hitoktatásra gondosan készülök. A Csalóközi Somorjából származó fiatal lelkipásztor a római tanulmányait követően érkezett városunkba. Cél az egyetlen egy Isten országát építeni az emberek között. Erre hívott meg az Úr, és azért is nehéz célokat megfogalmazni jelen pillanatban, mert először még ahhoz föl kell térképezni az egyházközségnek az életét, látni kell, kapcsolatot kell teremteni a hívekkel, meg kell ismerni az embereket. És miután megismertük az embereket, megismertük azokat a segítő társakat, akik mellettünk állnak egy-egy ilyen dologban, akkor tudunk igazán majd célokat fölépíteni. Természetesen alapcélok azért mindig vannak az ember életében, ilyen, hogy a gyermekekkel való foglalkozás, a fiatalokkal, vagy ahogy épp a szentmise elején is hirdettem, hogy esetleg olyanokkal, akiknél elmaradtak a szentségek felvétele. Én azt szeretném, hogyha egy nagyon jó egyházközség, egy pezsgő egyházközség lenne. Most itt vagyunk ketten fiatalok, mi igyekszünk megtenni mindent annak érdekében, hogy ez így legyen, természetesen Isten segítségével, mert nélküle nem menne a dolog. 50 éve szentelték pappá Pápai Lajos megyés püspököt. A főpásztor köszöntésére nem csak az egyházközségből, hanem a térség településeiről is érkeztek hívek és papok. Az 5 évtizedes papi szolgálat során változó körülmények között, de a 2000 éves krisztusi tanítást hirdette Pápai Lajos. Biztos, hogy rengeteg dolog megváltozott a világba, de azt hiszem, hogy mi pontosan erre a korszakra kaptunk küldetést, de mi egy átmenet a régiből az újba. És talán majd akik utánunk jönnek, azok tudják még jobban átvenni azt, ami a következő generációknak a problémái lesz. Én azt hiszem, hogy akkor nem is sejtettük egyrészt a technikai fejlődésnek ezt a fokát, ami most van, másrészt pedig azt a lehetőséget, amit mondjuk ez az Európai Unió ad, pozitív értelemben, negatív értelemben is persze, de az, hogy egyáltalán az egész világról információk jönnek, bárhova lehet menni, bárhonnan, bárkivel lehet kapcsolatot teremteni. Szentbeszédében a megyés püspök Ferenc pápára hivatkozva elmondta, napjainkban is sokan szenvednek vértanú halált, főként Kínában, de Európában sem könnyű a keresztények sorsa. A 20. századnak az elején a 10. Pius pápát bírálták mindenütt, hogy konzervatív, meg nem tudom mi, és akkor az egyik neves francia költő pedig nem is hívő, írt egy verset, amelyiknek az a vége, hogy a legmodernebb európai te vagy 10. Pius pápa. Én azt hiszem, hogy ma is valami ilyesmit látunk, hogy pontosan azok, akik gondolkodnak, azok a gondolkodó fiatalok, azok keresik azért mindennek az értelmét, és akkor ezek a látszólagos, modernek tűnő dolgok azok, hogy szétpukkadnak, mint a legnagyobb léggömb is egy kis gombostű elég, hogyha beleszúrják. Tehát ha reális problémákkal találkozik valaki, akkor előbb-utóbb olyan kérdéseket tesz fel, amire meggyőződésünk szerint egyetlen válasz van az evangélium. A szentmise végén aranymis és áldásban részesítette a híveket a főpásztor. Az ünnepi szentmisét hétvégi műsorunkban láthatják itt, a Moson-Magyaróvári Városi Televízióban.